Szebbnél szebb alkotások születtek a Györfi István Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda által kiírt Ezer színű élet a Földön, Földben című rajzpályázatára. Városunk minden általános iskolájából érkeztek alkotások, sőt a Szent Erzsébet tagóvoda apróságai is készíthettek rajzokat. Összesen 96 remek mű érkezett be, tudtuk meg Décsei Erzsébet pedagógustól. Minden évben novemberben van ez a rajzpályázatunk, meghirdetve, hogy az idei évben, ebben a tanévben a talaj és a biodiverzitás témája az, ami hangsúlyos a fenntarthatóságban, és a mi iskolánk nagyon nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra, a környezet szeretetére, védelmére, és hát így kisgyerekeknél, a legkisebbeknél itt kezdődik ez, hogy foglalkozzunk a dologgal, ismerjük meg őket, hogy bizony a Földben is milyen érdekes élőlények, növények és állatok élnek. És na, fantasztikus kreativitásról tettek a gyerekek tanúbizonyságot, mert szebbnél szebb alkotások születtek. Décsei Erzsébet hozzátette, hogy a mai gyerekek ebben a modern világban a sok okos kütyű közt kicsit elfelejtik azt, hogy milyen jó dolog is rajzolni. Nagyon sokféle gondolatot ki lehetett fejezni ezáltal. A gyerekeknek pedig napról napra nő a kézügyességük és a kreativitásuk a rajzolás által. A pedagógust arról is kérdeztük, hogy milyen technikával készítették a rajzokat a gyerekek. Penzömében színes ceruzás grafikai eljárások, illetve színes zsírkréták. Ha körbenézünk, akkor néhány félszólás alkotást is látunk. Festmény az kevesebb van, de szerencsére az is. Vannak azért különlegesebb technikák is, ahol színes leveleket, prisett leveleket használtak föl, illetve quilling technikát is használtak a rajzokban. Olyan sok szép rajz született, hogy a zsűrinek nehéz volt meghozni a döntést. Első, második, harmadik helyezett és külön díjas alkotások születtek. Most már óvodások is, a mi óvodásaink is rajzolhattak hozzá, őket is díjazni fogjuk. Vásároltunk számukra aranyos kis játékokat, fejlesztő játékokat, szintén ilyen rajzkészségfejlesztő és kreativitásfejlesztő játékokat is. Reméljük, örülni fognak a gyerekek mindennek. Illetve még azt hozzátenném, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek sajnos már így díjakban nem tudtuk kifejezni a hálánkat, azért ők is kapnak egy jelképes kis ajándékot egy emléklappal. Az eredményhirdetésen Kovács Miklósné, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda igazgatója köszöntötte a gyerekeket és szüleiket. Olyan sok pályamunka érkezett, hogy mindenki nem is férne el itt ebben a kis aulában, ezért úgy döntöttünk, hogy a díjazott tanulókat és óvodásokat hívjuk meg, és várjuk erre az alkalomra. És én szeretném megköszönni a kedves szülőknek, felkészítő pedagógusoknak, hogy áldoztak arra, hogy ezek a pályamunkák ilyen szépen elkészülhessenek, amelynek a kiállított darabjai ott fel megtekinthetők. Igazgatónő köszöntő gondolatai után Nagyszentesi Anikó pedagógus, a zsűri elnöke is gratulált a gyerekeknek az elkészült rajzokhoz. Ezer színű élet a Földön, Földben címmel hirdettünk rajzpályázatot a városunk valamennyi alsó tagozatos diákja számára. Ebben a témában kellett kreatív ötleteket gyűjteni és művészi módon megfogalmazni őket. Ezt a nem is olyan könnyű feladatot ügyesen megvalósítottátok, gondolataitokat, ötleteiteket sikerült a művészet nyelvére lefordítani. Sok-sok szép, igényes és ötletes munka közül a szakmai zsűri a ti alkotásaitokat emelte ki a legjobbjaként. Legyetek hát büszkék magatokra, tehetségetekre, és rajzoljatok minél többet, így fejlesztve magatokat. Az eredményhirdetés zárásaként a legszebb rajzokat készítő tanulók átvehették a rajzkészségfejlesztő és kreativitásfejlesztő játékokat Kovács Miklósné igazgatónőtől és Nagyszentesi Anikó pedagógustól, a zsűri elnökétől.